Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Kárdos György Általános Iskolában, és a 8-as számú választókörzet képviselője Pánti Ildikó tartott egy nagyszerű fórumot, hiszen mi is láthattuk, hogy nagyon sokan érdeklődtek. Mi volt a témája a mai fórumnak? Én is szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Azt tudom mondani, hogy évenként a körzetembe két alkalommal, tavasszal és ősszel tartunk lakosság összejövetelt, és ez mindig olyan időszerű az állampolgárok részére érdeklődésre tartó kérdésekről, amely foglalkoztatja az embereket. És most így adódott, hogy ennek apropóján a járások illetve a járások alakulásával és az ebből adódó feladatokkal adódó lehetőségekből jegyzőurat kértem meg, hogy tartson egy tájékoztatót, mert hiszen az állampolgár az mindig érdeklődő, és ha már Karcag járási székhely, amelyet örömmel mondhatunk, hogy járási székhely lesz, ebből adódóan az adódó feladatok, mi az, ami járásokhoz kerül, mi az, ami esetleg marad a hivatalnál, a polgármesteri hivatalnál. Erről tartott jegyző úr jelen ismeretéből adódóan tájékoztatót az emberek részére, mert hiszen nagyon fontos az, hogy ha bárki bemegy a hivatalba, akkor tudja, hogy most hova, milyen formában, hogyan intézheti el ügyeit, és minél egyszerűbben, mert várakozni sem nagyon szeretünk, másrészt pedig szeretjük, ha határozott céllal bemegyünk, és az ügy intézve lesz. Hát bízunk benne, hogy ez így lesz. Körzetlakói önt is bombázták idézőjelbetéve a problémáikkal. Azt hiszem, hogy a következő hetekre megint adtak feladatot, hogy egy lehajlóágról, meg kátyúról, bármiről, tehát azt hiszem, hogy lesz mit Ildikó nének intézni a hivatalban megint. Ez öröm számomra, mert mindig az ember maga is járja a területet, és így is észleli az adódó feladatokat, de olyan formán is, ami a körzet lakói által, mert hiszen mindenki, ahol él egy közegben, egy utcarészen, egy utcaszakaszon, a problémát maga jobban látja, mert ott él, és a problémák, ha adódnak, akkor az illendő is, megteszik is, hogy a körzet képviselőjének, vagy esetleg hivatali szinten jelzése lesz. Hát ami a legtöbbet és a leggyakrabban adódó közvilágítás, vízelvezetés, járda probléma, kátyú probléma, közlekedésben a gyorshajtás, akkor probléma ugye, hogy a kerékpárosok hol közlekednek, ahol nem kellene. Tehát ezek a közbiztonság dolgai, ezek az örök, hogy úgy mondjam, visszatérő problémák, mert ebben él a lakosság, és ez foglalkoztatja, így határozza meg a mindennapjait. És azért mindannyian szeretnénk, hogy az emberek, ahol élnek, ahol laknak, jól érezzék magukat abban a választókerületben, azon az utcaszakaszon. Ott van az ingatlanja, és azt mindenki szereti, hogyha a környezete olyan, hogy élhető városrész, ahogy ezt szoktuk mondani. És hát ezzel a problémák mellett egy kicsit a karácsonyra is mindig, ebben a évvégi fórumon mindig gondolja Ildikó néni, hiszen Juhász Ágnestől most nagyon szép könyveket mutatott be a Városi Csokonai Könyvtár részéről, tehát megint rengeteg kiadvány van, amit oda lehet tenni a karcagiaknak a fa alá. Igen, azt hiszem, hogy amikor ezek a kiadványok megjelentek a tudományos tanácskozáson, vagy megjelentek korábbi rendezvényeken is, ugyanúgy itt is megjelennek mindig évenként így karácsony előtt. A Városi Csokonai Könyvtár munkatársai nagyon készséges, jó partnerek ebben, és mindig ajánlják a lakosság részére. Karácsonyra ajándékozás címén én azt hiszem, hogy a könyv az öröm minden család asztalán, a karácsonyi ajándékozásként is, és olyan szép kiadványok jelentek meg, amire azt hiszem büszkék lehetünk, és bízom benne, hogy ennek lesz foganatja, és szívesen vásárolják az emberek. És a másrészt pedig karácsonyra nem véletlenül, hogy a városi, illetve a területi Vöröskereszt elnöke is jelen volt, és mindig együttesen fölhívjuk a figyelmet arra, mint ahogyan részéről is most elhangzott, az adományozás, az adakozás.
azon kereskedelmegységekbe, ahol erre lehetőség van. Másrészt pedig ugye az is, hogyha az emberek részéről, mert nagyon sok ruhadomány is érkezett évközben a választókerület részéről, olyan családoktól, akik esetleg a ruhaneműt összegyűjtve már nem tudják elhelyezni, vagy esetleg haláleset volt a családban sajnálatos módon, és ebből adódóan úgy azoknak a tehát ruha felajánlás adódik, mert hiszen a Vöröskereszt is úgy tud osztani, hogyha hozzá is járulnak. És ez örvendetes, mert ebben az évben 3 alkalommal is tudtam a választókerületem részére a ruhadományból juttatni azoknak, akik esetleg ezt szívesen is fogadják, és esetleg rászorultak is. Hát az elmondottakból is következik, hogy rengeteg munkája lesz Ildikó nénének a következő hetekben is, ehhez nagyon jó egészséget kívánunk, és köszönjük szépen a beszélgetést. Én köszönöm szépen a figyelmet a választókerületre, és köszönöm a lehetőséget, mindenkinek legjobbat kívánva. Köszönöm szépen.